Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról részvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Barta Tusek Nébolya vagyok, PPH egyik igazgatója. Barta Tusek János vagyok, a PPH egy másik igazgatója. Házaspára. Először is megkérem Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el. Köszönöm. Érdemes jegyzetelni, megkérem Önöket, hogyha bármi kérdésük vagy beszélni valójuk lenne, írják fel, és a végén lehetőségük lesz, hogy választ kapjanak. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. A mai képzés két részből fog állni, egy tudatosságfejlesztésből és egy ember és életjobbító coach képzésből, és szünetekkel együtt kb. 3,5 órát fog igénybe venni. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach, boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mestercoach, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van, két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 93-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett volna egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több száz ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mestercoachot, hogy ön is tartsa meg a mai napi képzést. Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Megkérdezem mindenkitől, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé a világ halad. Mi baj van a világ haladásával? Sok az elnyomás? Etikátlanság? Sok probléma van a világban? Szeretetlenség. Sok az indulat a kételj. Sok az indulat a kételj. És ha ebbe az irányba halad tovább a világ, akkor szerinted mi lesz? Baj lesz? Vajon az embereket mennyire érdekelheti az, hogy miért születtek ide a bolygóra? Sokan nem is tudják, hogy van ilyen kérdés. Szerintem mindenki közben van. Valamilyen szinten. Hát valahogy az iskolai tanulmányaink nem azt sugalták, nem? Hogy valami céllal születtünk ide, nem? Tehát valahogy az iskolai tanulmány a biológiát sugalta, tehát a biológia órákon azt a fajta biológiát sugalta, hogy hát hasonlóképpen működünk, mint az állatok, hogy gyakorlatilag a fajfenntartás véget vagyunk ezen a bolygón, nem? De ez a fajta hozzáállás eléggé lealacsonyítja az embert, nem? Tehát hogyha egy ember azért van itt, hogy a fajfenntartás véget, akkor körülbelül arra szintre alacsonyul le, mint az állat, nem?
Tehát szeretném megkérdezni tőletek, hogy ki az, aki valami olyasmire gondolt gyerekkorba, hogy ő több meg jobb, mint úgy a többiek. Komolyan? Tehát több meg jobb. Tehát valahogy az úgy most, hogy úgy élni az embernek az életét, hogy gyakorlatilag eszik, iszik, felnő, majd dolgozik, utána gyereke lesz, felneveli a gyerekét, vagy besegít esetleg az unoka felnevelésében. Eszik, iszik, igen, egész életben. Tehát gyakorlatilag ez valami olyannak tűnik, mintha értelmetlen lenne az egész, nem? Tehát most gondold végig, hogyha azért élnél, hogy mondjuk, amit most az imént elmondtunk, amit biológiából tanultunk, hogy ilyen fajfenntartás véget, és ha mondjuk meg se születtél volna, akkor most az azt jelenteni, hogy mondjuk egyel kevesebb lenne az emberiség lélekszáma, nem? Na most, hogyha mondjuk megszületett az ember, és mondjuk van gyereke, akkor legfeljebb az van, hogy ez a család nem hal ki. Nem? De a név az kihalhat, mert hogyha lányod van, akkor nem biztos, hogy az a név megy tovább. Mert ő fölveszi a férje nevét, meg a unokádnak is már ugye ha lányod van, akkor a férfinak a nevét fogja fölvenni, akkor mondjuk kihal az a család. De igazából, ha végig gondoljátok, most, hát így, ha a hagyományos életet él az ember, tehát a hagyományos élet azt jelenti, hogy amiről beszéltem, hogy eszik, iszik, mit tudom én, lesz párja, lesz gyereke, és ha nem lenne, nem csinálná ezt, tehát le se született volna, vagy ezt végig csinálja, akkor igazából mi különbség van a kettő közt? Szinte semmi, nem? Hát gondold végig. Tehát szinte semmi. Azt is lehet mondani, hogy hát az ember így éli az életét, akkor tök mindegy, hogy leszületett vagy nem. Nem? Miért nem? Na mondjuk három generáció múlva már se tudják, hogy te ki vagy, nem? Azt se tudják, hogy léteztél. Milyen nyomot hagysz? Tehát az itt léted, az milyen nyomot hagy, ha átlag emberként éled le az életet. Oké, de milyen nyomot hagysz, ez a lényeg. Tehát, hogy mi az értelme gyakorlatilag annak a létnek, hogy itt van az ember. Tehát, hogyha jobban megnézzük, hogyha sima átlag életet él egy ember, vagy akár egy kicsit jobb, mint átlag életet, mert mondjuk vállalkozó, de akkor is igazából most az, hogy megszületett, vagy meg se született volna, a Föld, a bolygó tekintetében mi a különbség? Az emberiség tekintetében mi a különbség? Semmi. Most egy ember megszületik, vagy nem, de mi van, nem? Tehát akkor nem kellene valahogy, hát ha már gyerekkorban azt gondoltad, azt érezted, hogy mintha nem átlag lennél, akkor nem kellene itt felnőttként ezért tenni, hogy nyomot hagyjál a bolygón. Tehát, hogy ne az legyél, hogy most tök mindegy, hogy megszülettél, vagy meg se születtél volna, ugyanaz a végeredmény, érted? Tehát most megnézed egy állatnál, most, hogy egy konkrét állat megszületik, vagy nem születik meg, nem tök mindegy. Mert helyette születik másik, nem? De szinte ugyanez van az embereknél, nézd meg. Ha az egyik nem születik meg, semmi gond, van helyette más,
százezer vagy millió, aki meg megszületik, nem? Tehát nem tudom, hogy te gondolkoztál-e már ezen, hogy, valami nyomot hagyni ezen a bolygón, nem? Tehát olyan nyomot hagyni, hogy valami olyat hozni létre, ami, tényleg nyom és nem átlag, nem? Hát megnézel, kimész egy temetőbe, nem régóta halottak napja, és akkor ott látod, hogy így nyugszik, mit tudom én, akárki. Mit tudom, mennyire fájó szívvel búcsúzunk meg, stb. Érted? De igazából milyen nyomot hagyott itt az életben? A legtöbb, aki ott fekszik a sírban. Érted? Gyakorlatilag szinte semmit a legtöbb, nem? De volt olyan, aki mondjuk kirobbantott egy forradalmat, vagy éppen levert egy forradalmat. Nem? Azok valami nyomot hagytak. Nem? De a legtöbb ember, amelyik, ott fekszik, nyugszik a sírban, te a temetőben, érted, milyen nyomot hagyott? Tehát ez lenne az ember sorsa, hogy gyakorlatilag olyan az élete, hogy igazából értelme az semmi. Tehát ha meg se született volna, semmi gond az emberiség tekintetében, érted? Mert más 1 millió vagy más 10 millió meg megszületett helyette. Értitek, mire gondolok? Tehát az a normális, hogy leélünk úgy egy életet, hogy igazából az életünknek az ég adta világon semmi értelme nincs. Tehát ha meg se születtünk volna, akkor is ugyanaz lenne. Hát mit tudom, vannak azért olyanok, akik, mit tudom, egy kodály, nem? Hogy valamit létrehozott, és emlékeznek rá századok múlva is, vagy évtizedek múlva is. De a legtöbb emberre kiemlékszik. A kutya se. Legfeljebb a közvetlen hozzá tartozók közül egy-két ember, nem? Azt a többi már se tudja, hogy létezett. És ez a normális? Hát látszólag ez a normális. Gyertek be. Mert, így élik az emberek az életüket. De tudod, miért így élik? Hát egy, olyan gyerek, amelyiket nem nyomtak el gyerekkorba. Nem nyomták el a törekvéseit, nem, nyomták el az akaratát. Az gyerekkorban valami olyasmit gondol, hogyha ő fölnő, akkor megváltja a világot. Nem? Ha elnyomják kisgyerekkortól, akkor nem. Mert örül, hogy él. Szó szerint. De ha egy normális gyerekkora volt, ahol csak ritkán kapott elnyomást, vagy az se volt olyan mértékű, amit nehéz volt kibírni, akkor a gyerekben az van, hogy felnövök és megváltom a világot. Legalábbis ez a normális működés, nem? Na most ehhez képest valahogy mintha elfelejtenék az emberek megváltani a világot, mire felnőnek, nem? Tehát elfelejtik azt, hogy ők mit gondoltak gyerekkorban. Nem? Hát pedig erre a világra, ha jobban megnézzük, eléggé ráférne egy megváltás, nem? És ugye, ha jobban megnézzük, itt van a történelem, hát mit jelenten az, hogy megváltás? Hát ugye azt jelenteni, hogy a, bolygó létrejön a, szeretett bolygó. Igaz? Tehát létrejön a szeretett bolygó, ahol az emberek békésen, szeretetben, boldogságban képesek egymással élni. Hát ez lenne a bolygó megváltása igazából, nem? Vagy az emberiség megváltása. Na most akkor megkérdezem azt, hogy mondjuk a történelemben leírt írottan, tehát itt az írott történelemben volt-e megváltó? Ki?
Senki. Senki. Próbálkozások voltak. Megváltó nem volt. Van, akire azt mondják, hogy megváltó, de nem volt megváltó. Nem volt meg. Egyedül nem lehet megváltani se egy bolygót, se egy emberisége. Tehát ide lejöhetne akárki a világegyetemből, nem tudná egyedül megváltani a bolygót. Egyedül képtelen lenne. Világos ez? Ha ezt meg lehetne csinálni, akkor ezt már megcsinálta volna az az egy személy. Világos ez? Nem csinálta meg senki. Tehát, hogyha bárki azt hiteti el az emberekkel, hogy jön majd egy személy, és megváltja az emberiséget, vagy megváltja a bolygót, azt úgy hívják, hogy hülyítés. Az emberek hülyítése. Tehát azért, hogy az emberek neki ne álljanak már véletlenül se egy kicsit összefogni. Mert ha ez az emberiség meg akarja magát váltani, akkor az kell, hogy emberek egyre nagyobb százaléka az egészből, az egész emberiségből elkezd összefogni. És elindul egy olyan törekvés, amely arra irányul, hogy az emberek képesek legyenek békében, szeretetben és boldogságban élni. És ezt egy ember a bolygón nem tudja megcsinálni. Lehet olyan, hogy egy emberből kiindul valami, mint sok minden ilyen történt a bolygó életében, de olyan nincs, hogy egy ember, hát van is egy mondás, hogy egy fecske nem csinál nyarat, nem? Tehát egyetlen egy dolog működne, hogyha az emberek tudatosan elkezdenék átalakítani a saját életüket. Nem másét, saját életet. Mert igazából egy dologra van óriási hatásod. Magadra. Tehát mindenkinek saját magára van a legnagyobb hatása. Egy másik személyre sokkal kisebb hatásod lehet. Hiába szeretnéd, hogy neked nagyobb hatásod legyen az emberekre, mondjuk a párodra. Ugye főleg azt szeretnék az emberek, hogy a párjukra nagyobb hatással legyenek. Van nekünk egy olyan típusú tanfolyamunk, amit gyakorlatilag bárki bármikor abba hagyhat, tehát ilyen teljesen kötetlen a dolog, amit mi ember és életjobbító coachképzésnek nevezünk. Ez egy 3 éves program, most jelen pillanatban, de egyébként egy életre szóló tanulási program. És ebben vannak mindenféle 24 nagy témánk, abból a 24-ből egy a párkapcsolat. És amikor valaki tanulja ezt a szakterületet, hogy ember és életjobbító coach, akkor még nem, de amikor már elkezdi gyakorolni ezt a szakmát, mert ez egy szakma, 2013-tól ez egy szakma, akkor ő coachingol. A coach azt jelenti edző. És ha egy coach coachingol, akkor kérdésekkel rávezeti az illetőt, hát ki az az illető, egy olyan ember, aki a coachhoz fordul tanácsért. Milyen tanácsért? Mert van valami élet problémája, és arra szeretne megoldást. És amikor mondjuk én párkapcsolati coachingokat csinálok, akkor mindig valami olyasmivel találkozok, hogy az egyik akarja megváltoztatni a másikat. És valahogy nem azzal szoktam találkozni, hogy ő akar megváltozni. Pedig én mindig ezt látom, hogyha egy ember változik, ő maga változik.
Na akkor tud a környezetére, a környezetében lévő emberekre hatással lenni. Ha ő fejlődik, akkor várhatja el azt, hogy a másik is fog fejlődni. De a legtöbben már nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy a másik fejlődjön. Ez nem működik. Te nem tudod elérni, hogy a másik fejlődjön. Te azt tudod elérni, hogy te fejlődj. És ha te fejlődsz, akkor a másik is fog. Csak jól csináld a saját fejlődésedet. Te képes vagy arra, hogy önmagadat fejleszt. Arra nem vagy képes, hogy másokat fejleszt. Miért? Mert ő azt mondja, hogy nem. Próbálj egy olyan embert fejleszteni, aki azt mondja, hogy nem. Nem fogsz tudni. Tehát amikor párkapcsolati coachingot csinálok, akkor mindig azt szoktam javasolni, hogy te fejlődj. És ha te fejlődsz, akkor a másik is fog. Persze ez egy türelem kérdés. Mert most gondolj bele, már az idő, hogy te fejlődj. Már az időbe kerül. Az, mit tudom én, hónapok, évek. És akkor ahhoz képest, hogy a másik fejlődjön, az még további idő. Mert ő már egy olyan, akire hatással vagy. És ha egy külső hatás érvényesül, akkor lassabb a fejlődés, mint ha belső, ösztönző hatás van. Na most gondolj bele, minek fejlődjön egy olyan ember, akinek életében nem jutott eszébe, hogy valami olyat tegyen, ami mondjuk valami nyomot hagy az emberiség vagy a bolygó életében. Minek fejlődjön? Mit csinál az átlagember? Felsoroltam, vagy felsoroltuk. Eszik, iszik, pihen, dolgozik, nem? Felneveli a gyerekét, besegít mondjuk az unoka nevelésébe is, ha besegít. Esetleg eléri valamikor, hogy legyen tető a feje fölött, saját tulajdonba. És akkor ennyi, nem? És akkor megöregszik, azt meghal. Tehát, ugye olyannal is szoktam találkozni, amikor emberekkel beszélgetek, hogy na hát én egyedül kevés vagyok. Persze, még olyan jó képességű ember is kevés volt, mint akit úgy hívnak, hogy Jézus. Egyedül. De ha az emberek összefognának a jövőnk érdekében, együtt a jövőnkért, tudod. Ez nem mostanában született ez a gondolat, hogy együtt a jövőnkért. Hanem még a 90-es években. Illetve nem, 90-es években az volt még itt alul, hogy a biztos jövő kezdete. De akkor az még kezdet volt. Tehát úgy indultunk, hogy a biztos jövő kezdete. Az volt ez a gondolat a logó alatt. De hát már nem kezdetben vagyunk, hanem már egy kicsit előrébb. Most már ugye azzal foglalkozunk, hogy együtt a jövőnket. Hát én kaptam egy küldetést. Fentiektől. Hogy abban a szervezettel, aminek én vagyok a vezetője, azzal a céggel, aminek én vagyok a vezetője, hozzuk létre az aranykort,
De nem ez volt az első gondolat, ez már csak ugye később jött ez az aranykor kérdés. Az első az volt, hogy egy olyan társadalmi formát a bolygón, ahol az emberek képesek szeretetben, békében együttműködni és úgy élni az életüket. És ezt megkaptam feladatként. És én ezt a feladatot azt mondtam, hogy vállalom. De azt egyedül nem tudom megcsinálni. Tehát nekem kellenek társak, akikkel együtt létrehozzuk a bolygón azt a fajta társadalmi formát, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban együtt élni és együttműködni. Na most ebben nem fér bele mindenki. Ezt is elmondták nekem, hogy nem fér bele mindenki. Csak az fér bele, akire erre hajlandó. Csak meg ugye kérdeztem, most mi lesz a többivel. Azt mondták, hogy azokról gondoskodunk. És akkor megkérdeztem, hogy mi ez a gondoskodás. Kivonjuk a forgalomba. Milyen formában, azt is megkérdeztem. Egy szó, halál. És akkor megkérdeztem azt is, és az hogy fog megtörténni. Azt mondták, az a mi dolgunk. Sokszor kaptam már azt, hogy az a mi dolgunk. Így van. No, szóval lényeg az, hogy utána elindult egy olyan fajta működés, hogy ezt megteremtsük, hát nyilván a nulláról, majd jött hozzá az, hogy hogy kell ezt megcsinálni. Tehát ennek talán legfontosabb része, mutatom, tehát az emberek csak akkor tudják ezt megcsinálni, hogyha innen a túlélés és a biztonság lelki szintjéről elindulnak felfele. Tehát ahhoz, hogy aranykor lehessen ezen a bolygón, az embereknek fel kell jutni a küldetés szintjére. Na most, hogy működik ez? Hogy tudnák az emberek ezt elérni, hogy följussanak a küldetés szintre? Hát nyilván ezeket nem lehet átugorni. Tehát nem lehet átugorni a valahova tartozást, vagy az elismerést, vagy az önmegvalósítást. Nem átugorható. Meg kell élni. Tehát élni kell abban. És egy jó darabig kell élni abban, hogy egy következő lelki szintre följusson az ember. De! Ez olyan, mint hogy, mit tudom én, kitűzöd azt célul, hogy mit tudom én mondjuk innen Budapestről eljuss mondjuk Nyíregyházára. Nem tudsz odaugrani, nem tudod magad oda teleportálni, nem? Jelenleg ugye a legegyszerűbben úgy tudsz eljutni Nyíregyházára, hogy beülsz egy autóba, nem? Vagy valamit közlekedési eszközre felülsz, és akkor az oda visz, nem? Tehát úgy a leggyorsabb. Gyalog kicsit macerás lenne. Egy kicsit hosszú lenne. Na most, de ahogy mész mondjuk Nyíregyháza felé, bizonyos állomásokon keresztül mész, bizonyos településeken végigmész, vagy átmész. És nem lehet úgy oda jutni, hogy mondjuk a ellenkező irányba indulsz el. Vagy el lehet, csak akkor meg kell kerülni hozzá a földet, nem? Kicsit hosszú lenne. Hát nyilván az ember, ha el akar jutni valahova, akkor megpróbálja a legrövidebb és a leggyorsabb utat választani, nem? Mert nem biztos, hogy a legrövidebb a leggyorsabb, de a leggyorsabb és legrövidebb utat.
Na most a leggyorsabb és legrövidebb út ide följutni, hogyha az ember végig csinálja ezt a hármat. De a legtöbb ember még valahova tartozni se akar. Azt hiszi a legtöbb ember, hogy valahova tartozás az, hogy van egy családom. És akkor tartozok egy családba. És az a család összességében hány fős? Tehát az a család egy közösség? Az a család egy célért hajt? Tehát a valahova tartozás azt jelenti, hogy van egy olyan közösség, amely egy célért hajt. Egy célt akar elérni. Nem kettőt, hármat. Ma egy olyan társadalmi formában élünk, ahol a családok sok esetben úgy működnek, hogy áll egy férből meg egy feleségből, és a férnek ez a célja, a feleségnek meg az a célja. Lehet, hogy ez nem feltétlenül pont ellentétes, de sok esetben nem azonos. Nem egy cél érdekében működnek. Tehát már a családok sem egy cél érdekében működnek. Akkor hogy működnek együtt egy cél érdekében? A nagy család, a gyerekek, a szülők, a nagyszülők, az unokák, akkor nézzük tovább a testvérek, nézzük tovább unokatestvérek, nagynénik, nagybácsik, stb. Egy cél érdekében látsz olyan, ilyenfajta közösségi formát, amelyik egy cél érdekében tesz? Onnantól kezdve ez nem is közösség. Tehát nem beszélhetünk közösségről, hanem közös a cél. Világos ez? Tehát gyakorlatilag a legtöbb ember ezen a bolygón még ide se tartozik, főleg itt, nem a, főleg a, itt a nyugati társadalomban. Még ide se tartozik, a hármasban. Tehát még az sincs meg, hogy valahova tartozik. Mit tudom én, azt mondja, de én tartozom, mit tudom én, rendszeresen járok templomba. És egy cél érdekében vagytok, akik oda a templomba jártok? Hát azért mész templomba, hogy elüsd az időt. Ott imádkozni otthon is lehetne. És ráfogd, hogy te jársz egy közösségbe. Az a közösség egy célért dolgozik? Ki van csukva? Akkor onnantól kezdve az nem közösség. Oké? Lehet, hogy ez neked nem tetszik, hogyha templomba járó vagy, amit most mondok. De akkor is ez így működik. Tehát az nem közösség, amely nem egy cél érdekében tevékenykedik. Világos ez? Tehát kell egy olyan közösség, aminek van egy célja. Na most látszólag vannak olyan közösségek. Látszólag. Na most rengetegen foglalkoznak például egészséggel. Még többen egészségtermékekkel. És rengeteg olyan cég van a bolygón, ahol magánszemélyek, jellemzően magánszemélyek, egészségtermék értékesítéssel foglalkoznak. Hát ilyen a bolygón sok millió, sőt, sok tízmillió ember van, aki egészségtermékekkel foglalkozik, és mondjuk van egy cég, amely egészségtermékek közvetítésével foglalkozik. Na most akkor például azoknál, akik ilyennel foglalkoznak, megkérdezni, mi a közös cél? Mi a közös cél? Mi a közös? Így van, saját érdekük a cél. Tehát, hogy legyen belőle pénzük. Ezért van az, hogy a másik cég jön, amelyik, mit tudom én, még ígéretesebb termékeket forgalmaz, akkor nem mennek is oda át. Mi a közös céljuk?
persze a tulajdonosnak van, hogy gazdagodjon. Annak van saját célja, de ez nem közös cél. De mi az emberek közös célja abban a közösségben? Hát, hogy nem egy célért dolgoznak, az hol biztos. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy egy olyan közösségben megvalósítatja a valóban tartozást, vagy egy vallásban, mondjuk azért, mert ő jár templomban, megvalósíthatja a valóban tartozást, akkor óriási tévedésben él. Na nézzük meg akkor azokat, akik itt el se indulnak. Hát maradnak itt. Mi lesz velük? Fel vannak, készítik föl a fentiek a létközi állapotra. Mivel készítik föl? Tehát ugye megnézed az itt lévő embereket, mi a legfontosabb az életükben? Az anyag. Hát az anyag. Tehát hogy minél több anyaggal rendelkezzenek. Az anyag megnyilvánul a házban, az autóban, a bútorzatban, stb. Nem? Ez mind anyag. Nyilván ezeket pénzből veszi meg. Hát a pénz nem tudja bútorként használni, meg a pénz nem tudja magára húzni, nem? Ezért fogja és a pénzt valamilyen anyagra elkölti. Hogyha megnéznéd mondjuk egy családot, akik a pénzüket beosztják, vajon mennyit költenek százalékosan a bevételükből anyagra, havi szinten, és mennyit költenek mondjuk lelki fejlődésre? Százalék. Tehát az összbevételnek a hány százaléka megy erre, hány százalékra megy arra? De hát azt mondják az emberek, hát miért? Hát eddig is elég volt itt a föld történetében, ebben a 10.000 évben, mondjuk az elmúlt 10.000 évben, hogy vagy 5.000 évben, teljesen mindegy, hogy az anyagra dolgoztak. Tehát hogy az anyag volt a fontos. Csak ez az időszak 2012. december 22-vel lejárt. Ha emlékszel, volt egy olyan, hogy világvége. A világvége az azt jelenti, hogy az akkori világvége. Szó szerint. Örülj, hogy még élsz. Mert az volt a tervezet, hogy 2012. december 22-én lesz egy ollóhúzás az emberiség életében. Tudod, miért nem lett? Mit jelent a ollóhúzás? Hogy emberiség törlés, ami már megtörtént ezelőtt 6-szor, hogy törölték az emberiséget. Tehát az volt a terv, hogy 2012. december 22-vel törlik az emberiséget. Ugye ezért nagyon sokan pánikban is voltak, mert ezt tudták. Nagyon sokan azért voltak pánikban, mert akik tudták, azok továbbadták. De mégse lett törlés. Tudod, miért nem lett törlés? Mert sok a jó ember a bolygón, és ezeket a jó embereket össze kell fogni. És ha jó emberek összefognak, akkor képesek létrehozni a bolygó számára azt a fajta társadalmi formát, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni, amit úgy nevezünk, hogy aranykor. És ezt az aranykort a fentiek látták esélyként, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Mi lett volna ez? Nem megy tovább. Hát az azt jelenti, hogy nem olyan fajta
világ végét éltünk volna meg, mint az előző hat emberiség. Egy tűzözön, vízözön, stb. Stb. Hanem olyat, hogy fogják és szétrobbantják a bolygót. Azért, mert nem lett volna más lehetőségük. Most nem fogom részletesen ecsetelni, mert nincs időm rá, hogy miért nem lett volna más lehetőségük. Jó, ennek nem egy oka van, hanem egyébként kettő, hogy miért nem lett volna más lehetőségük. Tehát, de mégse tették meg, mert azt mondták, hogy itt vannak olyan emberek, akik ezt meg tudják csinálni. Az emberiség 20%-a az olyan működésű minden ötödik ember, hogy képes az összefogásra, és képes arra, hogy fejlődjön. Őket úgy hívják, hogy szociális emberek. Tehát szociális emberek. Az emberiség 20%-a, ennek pont az ellentéte. Őket úgy hívják, hogy antiszociális emberek. Úgy is lehetne magyarul mondani, hogy elnyomók. Akikben van egy olyan kényszer, képzet, hogy a saját túlélésük érdekében a környezetükben lévő emberek legyenek butábbak, ostobábbak, ügyetlenebbek, stb. Stb. És akkor ők túlélnek, mert akkor ők az okosok, meg az ügyesek. És hogy ez megvalósuljon, ezért a környezetükben lévőket elnyomják. Ez a bolygón szintén minden ötödik ember. És akkor marad 60%, ha megnézed. A 60% az meg a csapódik ide vagy oda. Attól függ, hogy melyik kerül hatalomra. És akkor azt, az e felé húz. Ha kell, akkor a rossz felé, ha kell, akkor a jó felé. Na ez a 60%. De nyilván azért gondoljuk végig, hogy azért melyik lenne jobb, melyik társadalmi forma lenne jobb itt a bolygón? Mondjuk egy olyan társadalmi forma, ahol az emberek egyöntetően képesek szeretetben, békében és boldogságban élni, vagy diktatúra. A diktatúrát az én korosztályom még élte valamilyen szinten, ugye a szocializmus. Az én korosztályom ugye az, azt mondja, 42-től született. Tehát 42-től 67-ig. Az az én korosztályom. Tehát ugye az én korosztályom valamilyen szinten még gyerekeskedett a szocializmusba. Sőt, van, aki még a kemény szocializmusba is gyerekeskedett, ugye aki kicsit idősebb, mint én. Hát lényeg az, hogy melyik lenne jobb? Egy olyan fajta társadalmi forma, amit a fentiek szeretnének, hogy az emberiség szeretetben, békében és boldogságban éljen egymással, vagy egy jelenlegi törekvést, a jelenlegi törekvés, ez egy alsó erős törekvés, tehát negatív energia törekvése, negatív lények törekvése, inkább úgy mondanám, akik azt szeretnék, hogy ezen a bolygón egyeduralom, diktatúrikus működés legyen teljes egészében. Tehát legyen egy világkormány, aki ez a világkormány mindenkit kontrollál. Mindenkit. Tehát mindenkit megfigyel, mindenkibe csippet ültet, stb. Stb. Sőt, még a gondolatkontrollt is megcsinálják ugye egy idő után a csipbe ültetéssel. Hogy azt is érzékeljék, hogy ha nem úgy gondolkodsz. Így van. Akkor fogják és akkor a csippen keresztül kiiktatnak az élők sorába.
Melyik lenne jobb? Tehát e felé megy most a bolygó. Amerikában már javába csippelgetik az embereket. Önszántukból. Rábeszélték őknek. Tehát rábeszélték őket, hogy ez nekik milyen jó. Amit gondolsz, kutyákat miért kellett becsippelni? Hát azzal tesztelik a csippet. Kutyákon. És akkor meg lehet azt csinálni, hogy a kutyák miatt az oszlopokra, a villanyoszlopokra fölrakják az érzékelőket. Oké? És akkor majd ezt szépen így lehet átállítani az emberekre. Tehát ilyen világot akartok? Hát ugye olyanról már hallottatok, ugye senkinek nem újdonság, hogy nem, ez nem összeesküvés elmélet, hogy világkormány. És akkor az úgy jönne létre, hogy már szépen alakítják ki a különböző régiókat, mint például európai, tehát ezt uniónak hívják, Európai Unió, Afrikai Unió, Ázsiai Unió, Amerikai Unió, és amikor létrejönnek ezek az uniók, akkor meg az egészet, az hány? Európai, ázsiai, afrikai, amerikai, ez 4 unió, és akkor utána az egészet fogják, aztán összerakják egybe. És akkor onnantól kezdve a világkormány. De az, hogy ez megvalósuljon, az embereket el kell hűíteniük. Érted? Minél tudatlanabb, annál jobb. Tehát lehetőleg már gyerekkorban, óvodáskorban a gyerekek ne játszanak, hanem óvodáskorban is tanuljanak. De hogy azt mondjátok, hogy nem ez van. Tehát óvodáskorban a gyereknek nem tanulnia kell, hanem játszani. A gyereknek 7 éves kor után kellene tanulnia. 7 éves korig az a dolga, hogy játszon. Aludjon, meg játszon nappal, ennyi. De sokat nem kell aludnia, mert ebéd után kell aludnia egy kicsit. Ez annyi. Hát, hogy fejlődjön. Most ehhez képest már az óvodákban többet tanulnak a gyerekek, mint játszanak. És akkor bekerül az iskolában, ott már játék nulla. Na, nincs játék. Már tornaórán sincs. Na, úgy se játszanak, hanem tornáznak. És akkor a gyerek már, mire bejut az iskolába, már rossz állapotú, mert nem játszhatja ki magát. Tehát így rontják le a gyereknek a hangulatát, hogy a gyerek nem játszhat. Szülők fogják, és akkor nagyon okos szülők azt mondják, jó, akkor írassuk be valami egyesületbe őket, a gyereket. Sportolni. Ahol nincs játék, kemény edzés folyik. Játék nulla. Hát egy gyereknek 14 éves korig kellene játszania. Nem teljesen, nyilván egyre kevesebbet, de 7 éves korig csak játék. Ha egy gyereket rákényszerítesz valami másra 7 éves korig, akkor azzal elrontod a gyereknek a hangulatát. És mikor bekerül az iskolába, már nem lesz jó hangulatú. Hát persze ez a cél, hogy a gyerek lehetőleg ne zavarja az órát. Mondjuk azzal, hogy megszokta a játékot, azt még akkor is játszik. Tehát tudatosan elérik az embereknél, hogy a hangulatuk már kiskortól alacsonyan legyen. Nehogy már nekem valaki azt mondja, hogy egy edzés fölér egy játékkal. Hát aki ezt mondja, az hülye. Így van. És a szülők
beivatják edzésekre a gyereket, és akkor csodálkoznak, hogy a gyerek igazából azon kívül, amit ott a sportban, abban a fajta munkában vagy feladatban el lehet érni, azt eléri. Igaz, hogy fizikailag tönkre megy bele, mert a szervezet túl van feszítve az edzések révén, és felnőttként az összes sportolónak meg lehet nézni a szervezetét, mert ugye túlfeszítettek az edzések véget, persze. Tehát ugye nem a sporttal van gondom, hanem a versenysporttal van gondom. Oké? Akkor eleve miről szól a versenysport? Hát hogy ott van ellenfél. Az ellenfél micsoda? Ellenség. Nem barát, ellenség. Tehát a sport ugyanolyan, a versenysport ugyanúgy megossza az embereket, mint a vallás. Ugyanúgy. Tehát, ha megnézitek, milyen világban élünk, akkor szó szerint az van, hogy az emberek hangulatát minél hamarabb lerontani. Ennek milyen következménye van? Egy gyereknek lerontják a hangulatát, nem hagyják játszani kicsiként, iskolában is állandóan csak fegyelmezés, 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 rákényszerítve a sok felesleges tudomány. Mi lesz avval a gyerekkel? Egy rossz állapotú felnőtt lesz. És mi a következménye a rossz állapotnak? Hogy az illető bénán működik az életben. Egy rossz állapotú ember elrontja az élethelyzeteit. Képtelen a helyes döntésre, képtelen a helyes cselekvésre. És a képtelensége véget problémákat alakít ki magának, a családjának. És akkor az egész élet egy probléma halmaz lesz az életében. És mivel állandóan problémákat kell maga előtt görgetnie, nyilván, hogy valahogy kimenjen ebből a problémából, ő fontosabbnak fogja azt érezni, hogy kimenjen a problémákból, mint hogy fejlődjön. Pedig ha fejlődne, akkor ki tudna menni a problémákból. De gondold végig, amikor az embernek ilyen súlyos problémái vannak, bármilyen lehet az egészség, vagy betegség, vagy egészség, vagy baleset, vagy tehát betegség inkább ugye az egészséghez. Tehát betegség, vagy baleset, vagy családi probléma, vagy anyagi probléma. Tehát az ember benne van valami problémába, akkor leginkább nem gondol arra, hogy most, hát hogy ezért kijöjjek ebből a problémából, hát fejlődnöm kellene, tanulnom kellene. Most gondolj bele, valakinek anyagi problémája van, akkor biztos, hogy nem az a gondolata, hogy most pénzt fizessek arra, hogy fejlődjek. Ezt érik el az embereknél, érted? Tehát nem ez a normális, csak ezt érik el. Tehát, hogy az emberek ne fejlődjenek, ne képezzék magukat, ne tudják az élethelyzeteiket megoldani. Tehát egy értelmes, tudatos ember, az nem lesz rabszolga, de szolga se. Tehát egy olyan ember, aki még nem érte el azt, hogy majd nem is fogja, mindegy, hogy tudatos legyen, tudása legyen, ugye mire szükség, mire kell a tudás? Hát hogy az ember az élethelyzeteit helyesen kezelje, minden élethelyzetet, arra kell a tudás. Nem arra kell a tudás, hogy mennyi a
mit tudom, hogy kell kiszámolni valaminek a koszinuszát, vagy a tangensét, vagy a kotangensét. Erre nem kell tudás. Hát lényeg az, hogy arra kell a tudás, hogy az ember képes legyen problémákat megelőzni. Képes legyen célokat megvalósítani. Arra kell a tudás. De hát egy olyan ember, aki állandóan csak problémával foglalkozik odahaza, vagy munkájában, vagy bárhol az életében, a legtöbbnek eszébe se jut, hogy kéne fejlődni. De semmi gond. Semmi gond nincs ezzel. Miért nincs? Mert fent tudják a következőket. Hát az embereket hagyják, hogy süllyedjenek. Hát ugye általában meddig lehet süllyedni? A gödör aljáig. És amikor az ember lejut a gödör aljára, tehát mikor már mondjuk elveszik mindenét, akkor ugye két dolgot tehet, kettőt. Az egyik, hogy vagy elássa magát a gödörbe, vagy kimászik a gödörbe. Más nem tehet. Ez a kettő van. És ők fent tudják ezt, hogy így működik az ember. Hogyha már nagyon nagy baj van, akkor elkezdi belátni sok ember, hogy az anyagban nincs megoldás. Tehát nem az anyagban van a megoldás, hanem a szellemi fejlődésben van a megoldás. Tehát ma úgy él a legtöbb ember, ugye itt a mi régiónkban, hogy eladja a munkaerejét valakinek. Mi lenne akkor, mondjuk itt Magyarországon a legtöbb emberrel, de mondjuk itt Európában, vagy akár a nyugati szférában a legtöbb emberrel? Ha holnap azt mondanák, hogy nincs pénz nyugdíjra, nincs pénz segélyre, nincs pénz egészségügyi ellátásra, nincs pénz fizetésre, akkor mit csinálna itt a legtöbb ember? Tehát régen nem volt olyan, hogy az emberek 80%-a bérből és fizetésből élt. Tehát a második világháborúig Magyarországon az emberek 20%-a élt bérből és fizetésből. Előtte még kisebb volt ez az arány. Tehát például Magyarországon nagyon kevesen éltek szolga sorsban. Tehát nagyon kevés szolga volt. Tehát a lakosság lélekszámához képest. Tehát a legtöbb embernek volt vagy saját üzlete, vagy saját boltja, vagy saját földje, és azon gazdálkodott. Tehát hogyha mondjuk gondolj bele, mit tudom én, van saját boltod, vagy saját üzleted, vagy lenne, vagy saját földed, de nem lenne állami segély, meg nyugdíj, meg fizetés, és akkor mi van? Az ember teszi a dolgát akkor is. Érted? Hát legfeljebb akkor egy csomóan éhen halnak, de akik nem bérből, fizetésből, nyugdíjból, stb. Élnek, azért azoknak csak kell enni, meg ezt csinálni, azt csinálni, nem? Tehát gondold végig, tehát ott kezdődik
ez a fajta működés, amiről az imént beszéltem, hogy hátrahagyni valamit magad után, tehát hogy ne az legyen az életed, hogy tök mindegy, hogy éltél vagy nem éltél, nyoma nem lesz az életednek. Ott kezdődne, hogy elgondolkodná azon, hogy nem szolgaként kellene élni. Érted? Nem kiszolgáltatott, nézd meg, szolga. A szolga az kiszolgáltatott. Jó, ez a magyar nyelv. Tehát nem kiszolgáltatottan kellene élni az embernek, hanem úgy kellene élni, hogy az ember saját maga ura. Nem? És ha bármi van a világban, akkor mit tudom, csinálj egy ilyet. És akkor mi van? Ugye azt mondaná a legtöbb ember, hogy ó, hát ha bármi történik a világban és megrántja egy másik ember a vállát, akkor az micsoda szívtelen. Nem ezt mondaná a legtöbb ember? Na, ez egy szívtelen ember. Jó, ez azt mondanám, lehet, hogy külső szemszögből szívtelen, de túlél. A másik meg lehet, hogy nem szívtelen, de nem él túl. Ó, de jó neki. Érted? Tehát lényeg az, hogy én sokszor mintát, tudjátok, miben látok, illetve miben nézek, hogy a fentiek hogy csinálják. A fentiek hogy csinálják. Tehát, hogyha így néznéd, az előbb beszéltem a szívtelenségről, akkor itt a Földön a legtöbb ember azt mondaná, hogy a fentiek szívtelenek. Mert hagyják, hogy az emberek, hát mit tudom én, szenvedjenek, vagy rosszul érezzék magukat a bőrükben, meg stb. Stb. Miért nem segítik meg az emberiséget? Nem? Hát most gondolj bele, hogyha minket meg kell segíteni, akkor életképesek vagyunk-e? Nem vagyunk életképesek. Ha egy lény csak segítséggel tud túlélni, külső segítséggel, akkor az nem életképes. Akkor az minek van az a faj? Faj. Minek van? Ha egy faj nem életképes, akkor minek van? Ja, hát persze, mert azt tanítjuk, hogy ó, mindent föl kell karolni, aki nem életképes. Minden növényt, minden állatot, minden embert. Nem ezt tanuljuk? Ezt tanuljuk. Ez a liberalizmus, tudod. Ezt úgy hívják. És akkor támogassuk azokat minden tekintetben, akik nem életképesek. Na és téged ki fog támogatni? Téged, mint életképest. Tehát akkor életképes az ne legyen támogatva, az életképtelen legyen támogatva. Nem? Nem furcsa ez? Nem? Nem az életképest kellene támogatni? Hát akkor ezzel az erővel akkor úgy kellene működnünk, hogy a gyomot locsoljuk, a kultúrnövényt megírtsuk, nem? Nem? Mert az életképtelen az nem fog hasznot hozni. A gyom az nem fog otthon hasznot hozni, csak a kultúrnövény. Az életképes ember tud hasznot hozni ennek a bolygónak, nem? Tehát senkit nem szeretnék megbántani, mert mindenki valamire képes,
ha akar, hogy képes legyen. Csak a legtöbb ember elhitetik, hogy ő nem képes semmire. Tehát hány olyan ember létezik, akinek, mint tudom, mondjuk fizikai problémái vannak, és a szellemét erősítette. Tehát szellemileg meg sokkal előrébb van, mint a többiek. Vagy éppen fordítva. Szóval a lényeg az, hogy mi egy olyan dolgot csinálunk, ahol lehetőséget biztosítottunk az emberek számára, hogy ezt a három szintet egymás után megvalósítsák. Hát ha már szellemi fejlődés, lelki fejlődés, akkor ugye fontos, hogy az ember képes is legyen ezt a szellemi fejlődést megvalósítani. Ezeket bárki tudja gyakorolni csapat nélkül. Közösség nélkül nem kell hozzá se csapat, se közösség. Ehhez viszont már kell közösség, itt innentől négyestől saját csapat. Persze én tudom, hogy elhitették veled, hogy ugye a saját csapatot úgy lehet létrehozni, hogyha elkezd fejlődni a képességed abban, hogy vezess embereket. Ezért ugye elég sokat foglalkozunk a képzések során arról, hogy megtanulj embereket vezetni. Például a mostani két hónapos képzésünk is a szervezetvezető coach képzés. De mindenki, aki a múlt században született, már pedig a bolygó nagy része a múlt században született, annak a személyiségében, az életfeladatában, küldetésében benne van, hogy ő képes embereket vezetni. Tehát a képességeidet az a 9 szám mutatja, ami a születési dátumodban van benne. És annak a hiánya látszik a saját képességeidben, amelyik szám hiányzik a születési dátumodban. Azzal a képességgel nem rendelkezel, ami születési dátumodnál fogva hiányzik. Nem 8 számról van szó, hanem 9-ről, mert a 8-nak van egy összegzett száma is. Tehát 9 szám. És érdekes módon pont 9 számunk van. Most a nullát nem számítva. Nem érdekes? Tehát a születési dátumunk is 9 számból áll, nem 8-ból. És összesen 9 szám van. Nem érdekes? De furcsa összefüggés. Mert ugye a számaink összege még egy plusz szám. És ha az 2 szám, már pedig az 2, mert mindenkinek 2, aki a múlt században született, akkor az a 2 szám összeadva 1 számra jön ki. Tehát vagy egy 1-es, vagy egy 2-es, egészen 9-ig. Tehát lényeg az, hogy mindenkinek a számaiban ott van benne, hogy milyen képessége van, vagy milyen nincs. És mivel te a múlt században születtél, ezért tuti, hogy van egyesed. Mert avval kezdődik. És általában az úgy van, hogy az egyes szám, nem, a legelső számnak van a legnagyobb energiája. És neked egyessel kezdődnek a számai. Világos ez? Az egyes pedig a vezetés energiája. Nem az autóvezetés energiája,
hanem az emberek vezetésének az energiája. És ha valakinek ebből több van a születési dátumában, abból a 9 számból, akkor még nagyobb a vezetési energiája. Tehát még hatványozottabb. Ha te azt mondod, hogy az emberek vezetésére nincsenek képességeid, akkor magadnak hazudsz. Mert ha te a 20. század, vagy a 21. században születtél, más a helyzet, mert lehet, hogy nincs egyesed. Valaki mondjuk, képzeljétek el, mit tudom én, 2000 másodikon, másodikán született, szegény, szó szerint szegény, így van, hát annak valóban nincs képessége az emberek vezetésére. De mi van akkor, ha valakinek nincs képessége az emberek vezetésére, mert netántán így született? Mert az is felnőtt, aki 2000, ugye mai értelemben, mert 18 éves kortól felnőtt, bár tudjuk azt, hogy 21 éves kortól felnőtt egy ember, igazából. Semmi gond akkor is, mert bármilyen képességet meg lehet tanulni. Tehát megtanulja az ember, és elkezdi gyakorolni azt a képességet. Ha valaki nagyon nagy szerencsével született, ami olyan ritka, mint a fehér holló, akkor a születési dátumában 9 szám van. De szerintem lehet, hogy nem. Meg lehetne számolni a bolygón hány olyan ember van, akinek 9 szám van a születési dátumában. Hát azért mondom, hogy nehéz. Nehéz, de biztos, hogy esetleg lehet ilyen. Esetleg. Jó kis számításokat kellene végezni, hogy valakinek mind a 9 számot van, tehát magyarul minden képessége jelen van születés pillanatától. Én még egyébként ilyennel nem találkoztam. De nem mindegy, hogy miből van sok. Vagy miből nincs egy se. Amiből nincs, azt meg kell tanulni. Amiből sok van, azt meg vissza kell fogni. De van egy misszószám is, az összeset összeadott. Azt mondtam, az a 9. Az a 9. Akinek az a 9-es? Hát, az jó, mert az a küldetés száma, nekem is. Nekem is. Nem véletlen vagy itt. Vagy, és még direktem is vagy ráadásul. Jó, szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, tehát hogyha te azt mondod, hogy nem vagy képes emberek vezetésére, akkor mondom, hazudsz magadnak. Tehát egy ilyen képesség benned van, mert veled született. Csak elhitették veled, hogy te arra nem vagy képes. És ezáltal te is elhiszed ezt azóta, mióta elhitették veled. De benned van. Most egy emberben benne van a vezetés képessége, akkor képes létrehozni saját csapatot. Világos ez? És ha ezt meg tudja csinálni, akkor tud szépen továbbfejlődni. Tehát tovább és tovább és tovább, és eljutni ide, mert csak az kerülhet be az aranykorba, aki legalább a küldetés szintjére felküzdi, feltornázza magát. Ez egy küzdelem. Nem a környezeteddel, önmagaddal szemben. Mert önmagadat kell legyőzni ahhoz, hogy fejlődj. Nem másokat kell legyőzni, önmagadat. Elsősorban mit? Hát az egódat, így van. Másodszorban mit? Mások véleményét. Én mások véleményével azt kell csinálni, mint amit én szoktam. Kit érdekel? Majd ha ő tart el engem,
mert akkor érdekel, hogy mi a véleménye. De addig nem. Főleg ha negatív. Hát ez még inkább nem. No szóval, ennyi fért bele itt az első részbe, kicsit túl is mentem. Szeretném visszaadni a szót a házigazdáinknak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, bármi kérdésetek felmerült, akkor nézzetek körül a weboldalon, keressétek a vezetőtöket. Jó, ott leírások vannak, hogy hol találjátok, hogy tudjátok elérni, stb. Stb. Mindenkinek jó tanulást kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklósnak ezt a tartalmas felébresztő előadást. Bartáni Tusek Ibolya vagyok, Gyuláról érkeztünk. Van egy 11 éves kislányunk, 25 éve élünk, most már el tudom mondani, hogy egyre boldogabb házasságban. Civil foglalkozásom eredendőek kereskedelmi eladó, végeztem. Miért is vagyok itt a PPH-nál? Hát a vezetőnk, igazgatónk Szedlacsik Miklós beszélt arról, hogy az itteni képzés egy három éves, ezen belül van 24 nagy témakör. Hát mi ezt a három évet már végigjártuk, azaz már ötödik éve vagyunk itt. Mi három év alatt olyan tudást kaptunk, ami azt tudom mondani, hogy egy teljesen új életet, egy új világot. Enélkül a tudás nélkül nem lehet a mai világban élni. Tehát a tudás, megtapasztaltuk azt is, hogy egy hatalom. Azt lehet mondani. Legnagyobb hatalom. Igen. És tehát enélkül nem lehet élni. Tehát ezt megtapasztaltuk. Én Barta Tusek János vagyok. A feleségemmel jöttünk Gyuláról. Egy kislányunk van, ez már elhangzott. Civil foglalkozásom eredendően vasesztergályos voltam annak idején, hát ez már kicsit elváltozott, a cél is, ami ugye bejött az életünkbe. A Nyílt Akadémiánál azért kezdtem el tanulni, mert sok idejük, sok felé voltunk, sok keresgélés után nem találtam meg azt az embert, akit igazán tudtam volna követni. És amikor megtaláltam, nem akartam elfogadni először. Aztán figyelgettük, hogy hogy él, mit csinál Szedlacsik Miklós, és ugye úgy győzöttünk meg róla, hogy élőben. Nem elméletben, hanem fizikailag. És utána rájöttem, ugye, hogy az egyetlen mester, aki ugyanúgy tud szellemi témákban is előadni, mint egy fizikai síkon is. Tehát meg tudja nekem mondani, hogy mit csinálják a bankba, és meg tudja nekem mondani, hogy mi a baj szellemi téren, mit kell csinálni máshogy. Na, ilyen mester szerintem nincs még egy, nem találsz, aki ugyanolyan mélységekbe tud menni banki témában, meg szellemvilágban, ilyen nincsen. Eddig mit adott nekünk a Nyílt Akadémia? Hát, új párkapcsolatot, új világot, új célokat, egy csodás jövőt. Ami ugye is, ahogy egyre jobban látjuk a dolgokat, látjuk azt is, hogy a világ az önmagát teszi tönkre, ha nem teszünk valamit. Nem is kell hozzá külső segítség nagyon. Úgyhogy én azt is tanácsolnám másoknak, hogy ne sokat gondolkozzanak. Mint hogy a múltkor is volt nálunk egy beszélgetés, nem is olyan szemináriumon volt, és az egyik emberünk, akit már régóta ismerünk, ő azt mondta, hogy azt sajnálja, hogy nem kezdte el akkor, amikor mi 5 éve, mert ő csak 1 éve van itt, tehát szerintem senki ne húzza az időt sokáig, hanem kezdje el a képzést. Egyébként lehetőség van a második részt részbe betekinteni, el lehet kérni egyszer a második részre felcsatlakozó linket, vagy ha olyan társaságában nézi, aki jogosult ugye az előadás megtekintésére, velem megnézheti egyszer, aztán pedig el lehet dönteni, hogy tetszik, amit kínálunk, vagy pedig, ha nem, akkor elköszönünk öntől, vagy tőletek, akik itt vannak, akiknek nem tetszik. És most pedig 20 perc szünet fog következni, az azt jelenti, hogy hát most mondjuk azt, hogy 23 van, akkor 45-ig szünet lesz, tehát 19:45 perckor kezdjük a második részt. Köszönjük szépen!